ugye a konszolidált állapotok után, a viszonylag konszolidált állapotok után, és a francia Steiner céggel kötött szerződést. A szerződés rendkívül kedvezőtlen volt, és utána Bethlen István zsenialitását ütközte, hogy a szerződést megbontotta, és új szerződést kötött. Na most, erre az utamra mondtam, hogy ipari részesítmények kerültek volna, és ez egyik hajóépítési kitörőből lett volna, azért francia öböl néven került be Csepel történetébe. Na de most meg kell állnom, mert ezen a ponton volt el az árogát a rezsületi év megálló vonalába, amit 1872-ben építettek, és Csepel felemelkedéséhez nagyon nagy mértékben hozzájárult. Ha ez az árogát nincs, akkor Vejszonfédék nem jönnek ide ipart telepíteni 92-93-ban, és ezen az árogától